A magyar női labdarúgás honi csúcseseménye. A Ferencváros MTK bajnoki döntő előtt a sportágban újszerű sajtótájékoztatót tartott a Magyar Labdarúgó Szövetség. Csapatunk vezetőedzőjét Dörnyei Balást és a lányok csapatkapitányát Bognár Enikőt első körben arra kérdeztük, hogy milyen volt az esemény jelentőségéhez méltó módon előre tekinteni a végső győztesről döntő örökrangadókra. Ez is jelzi, hogy mennyire fejlődik ez a sportág, egyre több figyelem fordul felé, és nagyon remélem, hogy ez a lendület a médiának majd megmarad, és tudunk egy olyan döntőt játszani, amivel megháláljuk ezt a figyelmet. Nagyon különleges érzés volt, és szinte már úgy éreztem magam, mint a nagyok, ott ültem, és az újságírók várták a válaszomat, úgyhogy remek érzés volt, és szerintem nagyon jól sült el, úgy érzem, hogy ezzel most egy kicsit tudtuk a női focit híresztelni. Én azt gondolom, hogy az első mérkőzés lesz a kulcsmérkőzés, hogy ott meg tudjuk őket törni hazai pályán, mi saját pályánkon nagyon szeretünk és nagyon tudunk is futballozni, akkor már második mérkőzésen kicsit egyszerűbb dolgunk lenne, úgyhogy ennek a fényében fog nekiállni a mesnek. Én mondtam, hogy nem fogunk védekezni, tehát mi arra születtünk, hogy támadjunk, ez a csapat így lett összeválogatva, biztos vagyok benne, hogy egy agresszív támadó futball fogunk játszani. Az ellenfél térfélén próbálunk már labdát szerezni, ennek borzasztó egyszerű magyarázata van, közelebb van a kapujuk, hogy szerzünk meg a labdát, és talán könnyebb volt helyzetbe kerülni. Év során úgy készültünk, hogy a bajnoki döntőre legyünk csúcsformában, és ez meg is valósult, tehát mindenki nagyon jó fizikai állapotban van, nincsenek sérültek, és fejben is most már egyre jobban felkészültünk. Volt egy kisebb hullámvölgy a rájátszás elején, amikor nehezen jöttek a gólok, de ezen is túllendültünk, és most már mindenki megtalálta a góllövő cipőjét. A női bajnoki döntő előtt azért volt itt egy kis döntő is a Techball asztalon, fiúk, lányok egyaránt az MTK és a Ferencváros részéről. Mi lett az eredmény, hogy érezted magad? Nagy csatában sikerült 2-1-re győznünk hosszabbításban, úgyhogy remélem, hogy a lányoknak is hétvégén sikerül nyerniük, és akkor egy dupla öröm lehet a héten. Azért vagy itt, ha jól tudom, hogy a férfi szakág bázisán keresztül népszerűsíts te is a női labdarúgást. Mi a véleményed a lányok futballjáról? Mennyire ismered őket? Megmondom őszintén, így, ahogy bemelegítettük így a Techball asztal mellett, tehát meglepődtem, azért komoly technikai tudással rendelkeznek, és tényleg nagyon ügyesen játszik ezt a játékot is. Láttam már egy-két edzésüket is, úgyhogy tényleg le a kalappal, tehát nagyon ügyesek. Mi a Fradi lányok legnagyobb erőssége? Én azt gondolom, hogy mentálisan vagyok nagyon erősek. Ezt a sok-sok büntető párbaj bemutatta az elmúlt egy évben, hogy nincs olyan szituáció, amikor ez a csapat pánikbe esik. Ez a legnagyobb erősségünk. Szerintem az a játék, amit mi képviselünk, a labdatartáson alapuló gyors támadás befejezések, az mindenképp nagy erősségünk, illetve hát a góllövés, ugye 127 gólnál járunk. Remélem, hogy ez még a következő 2 vagy 3 mérkőzésen még tovább szaporodik majd. Van egy nagyon jó egészséges önbizalom, amit hallottátok az Enikőt, hogy ő nagyon bízik magában, bízik a csapatában, bízunk egymásban. Egy nagyon-nagyon jó közösség van a Fradin belül, tudja mindenki, hogy számíthat a másikra. A női örökrangadónak mostanában állandó kelléke a büntető párbaj, készültek a szétlövésre? Sose készülünk 11-es párbajra, tavaly se készültünk és most se fogunk. Egyébként ez be is vált, hogy nem készültünk, úgyhogy megtartjuk ezt a jó szokásunkat, viszont szeretnénk, hogyha most már nem kerülne sor erre. Megjelent a Ferencvárosi Tornaklub Életmód magazinjának legújabb száma, a Zöld és Fehér. Keresd az újságárusoknál vagy a Fradi Shopban. Tájékozódj az előfizetés részleteiről a fradi.hu-n. Zöld és Fehér, e két szín mindennél többet ér.